Összesen 116 hivatásos és 72 önkéntes tűzoltó, valamint további 38 segítő, köztük a Honvédség háromfős helikopter személyzete küzdött a lángokkal augusztus 18-án és 19-én Patacson. A HR-rend Kozármisleny Gyirmót FC Győr másodosztályú labdarúgó mérkőzés előtt a zsúfolásig megtelt stadionban köszöntötték a mecsekoldali tűz megfékezésében résztvevő hősöket. Előző héten csütörtökön ugye hatalmas tűz ütött ki Pécsett a meccsek oldalba, amelyet egy hatalmas összefogással sikerült csak megállítani. Önkéntes tűzoltóknak, hivatásos tűzoltóknak és polgárőröknek egyaránt. Mi most őket szerettük volna vendégül látni erre a mérkőzésre és köszönteni. Én úgy gondolom, hogy a családosoknak, gyerekeseknek és sportkedvelőknek is ez egy fantasztikus élmény lesz és lehetőség, hiszen tűzoltókocsival, quaddal, terepjáróval, polgárőr szolgálati járművel és minden ilyen smivel találkozhatnak. A találkozó kezdőrúgását Kis László önkéntes tűzoltó végezte el. Mi a hivatásosok után néhány perccel kaptuk a riasztást ehhez a tűzesethez, így a helyszínre érkezve elsősorban a hivatásosok munkáját kellett segítenünk. Ugye ami a legnagyobb problémát jelentette, az az oltóvíz utánpótlás volt a helyszínen, ebben próbáltunk segítkezni, illetve az egységünk több akkor már égő ingatlanhoz érkezett, így ezeknek a kár elhárításában, tűzoltásában próbáltunk részt venni. A lángok megfékezésében segítő, szolgálatban lévő és szabadságról berendelt tűzoltók, önkéntes tűzoltók, polgárőrök, rendőrök, mentősök, légimentősök és a honvédség munkatársai a klub felajánlásában a helyszínen tekinthették meg a másodosztályú labdarúgó mérkőzést.